Sziasztok srácok, egy különleges bejelentésre kerítettünk alkalmat. Mellettem itt van Kinzon, talán többen ismeritek a Kinzon konyhájából, viszont egy új tartalom fog érkezni az Otherworldre nagyon-nagyon hamarosan. Ez pedig a Gorefest lesz. Hogy mi is ez konkrétan, ezt hiszen Kinzon el fogja mondani pillanatokon belül. Akik rendszeresen követték a magazint, azok észrevehették, hogy ennek volt egy írásos formája, ami horrorokkal foglalkozott. Ez általában a legmétejebb horroroktól kezdve egészen a jobb gyöngyszemekig viszonylag jól átfogta az egész horror műfajt, mint olyat. Most viszont ez videóformában fog frissülni a jövőben, és továbbra is próbáljuk megőrizni azt az underground hangnemet, illetve hát próbálunk lemenni a legmélyebb bújtokig, de hát ezt majd nyilván szűrjük egy kicsit. Ami ebben az egészben érdekes, hogy hetente egyszer fog jelentkezni a Gorefest. Ez nem egy pusztába kiáltott szó, mert hogy a tartalom már javában készül. Körülbelül egy fél tucat videó van már kész? Körülbelül, igen. Körülbelül fél tucat videó elkészült, és október végétől Halloweenre tervezzük az első megjelenést, illetve annak a környéken, most nincs jelentem a naptár, de valahogy abban a környékben fogjuk az elsőt megjeleníteni, és onnantól minden hétvégén hetente egyszer meg fog jelenni a Gorefest, és nagyon-nagyon le fogunk menni a legaljára. Ami biztos a Gorefesttel kapcsolatban viszont, amilyen tartalomra nem lehet számítani, azok a mozis dolgok. Egy igen, hát tehát próbáljuk kerülni a mainstream horrort, úgyhogy csak is olyanokat fogunk kivesézni, meg hát olyanokba fogunk lemenni, belemenni, amikkel nem valószínű, hogy találkozhattatok. Esetünkben sok olyan is előfordulhat, aminek szinkronja sincs. Sőt, lehet olyanban is, aminek még feliratja sincs. Szóval aki például fűrészt vár, az felejtse el. Fűrész biztos, hogy nem lesz. Úgyhogy igazából ennyi lett volna. Október végétől várhatjátok a Gorefestet új tartalomként az Otherworldön, a Kinzon konyhája mellett egyébként a saját csatornán. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!